A szűkebb hazai elitbe tartozó atomerőmű ESE férfi kosárlabda szakosztálya, a négyszeres magyar bajnok és négyszeres magyar kupa győztes klub vezetése segíteni szeretne a Tolna megyében működő felnőtt csapatot is üzemeltető, kisebb utánpótlás neveléssel foglalkozó kosárlabda kluboknak, amely hosszabb távon nekik is bejöhet. A klub ugyanis hosszabb távú szerződés keretében átad az alacsonyabb osztályú Tolna megyei csapatoknak fiatal játékosokat, akik az NB2-ben vagy éppen az NB1-ben segíteni tudnak Bonyhádon, Dombováron vagy éppen Szekszárdon. Az első ilyen jövőben mutató megállapodás az NB1-s felnőtt csapatot működtető Bonyhádi KSE-vel köttetett meg a napokban. Azzal a klubbal, amely eddig is profitált már az ASE junior kosarasaiból NB1-s szereplése során. Erre az új szabályok szerint nincs lehetőség, mármint a játékos átadása, megszűnik ugyanis a téli szent, így ősztől fuzionál a Bonyhádi felnőtt csapat az ASE-vel, és ASE Bonyhád ESE néven szerepel majd az NB1-B zöld csoportjában. Az utánpótlás képzés és minden egyéb más megmarad a völgységi városban, sőt az ASE elvárása az, hogy a tehetségkutatás, a korosztályos képzés mennyiség és minőség értelemben jobb legyen, több élsportra alkalmas kosaras kerüljön fel hozzájuk, vagy maradjon az NB1-ben. Próbálunk ezt a Tolna megyei kosárlabdát valahogy összefogni, és elkezdeni együttműködni utánpótlás téren, de utána kiderült, hogy akár felnőtt korosztályban is lesz lehetőség együttműködni, mert például már tavaly szerintem hot paksi játékos, paksi fiatal játszott. Az új szerződés lehetővé teszi például, hogy az a 7 kiemelkedő tehetséges U20-as korosztályba tartozó, még fejlődésben levő paksi játékos játszhat akár az ASE nagy csapatában is, ha az edző Bratislav Zsunics úgy gondolja, vagy az NB1-ben szerepel Bonyhádi színekben.